Mindig ahányszor csak találkozunk, mosolyog, segít és fényképez. Ez nála élethivatás és szakmai szükségszerűség. Otthonról hozta a pillanat megörökítésének fontosságát. A világ számos pontján bejárta, és élményeit mi mással, mint fotókkal megosztotta az érdeklődők között. Máté Réka ezúttal kínai barangolásainak emlékeit hozta el, és állította ki. Hogy milyen Kína? Érdekes, szép, más, hogy így szavakban fejezzem ki. Sok látvány is van, de inkább a benyomások voltak. Nem is biztos, hogy mindig a látvány, hanem sokszor a hangulatok, az érzések, amiket keltett bennem egy-egy dolog. De mindenképpen fényképező, objektívre termett látnivalókat láttam. Tehát ez az egyik kedvenc kép, ami igazából a ruhámon is látható. Ez Jiangsuban készült, egy kisebb településen, és az volt benne nagyon érdekes, hogy napközben ugyanazon a folyón mi hajókáztunk, illetve bambuszt utajoztunk pontosabban, ugyanazon a folyón este színházi előadás volt, sőt a helyiek adják ezt az előadást. Magát a színházi jeleneteket, a koreográfiát az az ember készítette, aki az olimpiai élőképet is annak idején, és a helyi emberek ezt betanulták, tehát ők nappal kétkezi munkások, vagy éppen tutajozók, és este pedig előadnak. Másképp képzeltem el a kínai embereket, és a kínai dolgokat, termékeket. Tehát mi itt Magyarországon egész más gondolunk szerintem a kínaiakról, pont azért, mert itt másként jelennek meg a Kínából érkező dolgok, és a kínai emberek. Ott teljesen más láttam. Hazahoztam közel 3000 képet, ez biztos, mert ezt tovább tudom adni. Hazahoztam sok pluszt, sok új ismeretet, tehát nekem nagyon fontos, hogy bárhova utazom, rácsodálkozzak, és ne kritizáljak, ne összehasonlítsak igazából, hanem befogadjam, amit ott látok. És így rengeteget hoztam haza, elmondhatom, hiszen nagyon sok helyen voltunk a két hét alatt, és annyi mindent láttam, és ez mindig olyan plusz, hogy én meg is tudom örökíteni és elhozni képen is. Ez a kép Pekingbe készült az éjszakai piacon, természetesen még nem volt éjszakai, látszik a képen is, és az volt érdekes, hogy itt az illatok már olyan hatást keltenek, hogy az ember nem tudja eldönteni, hogy szeretne enni, vagy nem szeretne enni, vagy szabad enni, vagy nem szabad, mert ugye az utcai evéstől mindig az ember egy kicsit tart. Megkóstoltuk azért a sült tücsköt is, nem mondom, hogy rossz íze volt, de olyan különösen volt. Az ételekről egyébként annyi, hogy nagyon-nagyon csilisen, csípősen főznek, ami nekem elég nehéz volt, mert annyira nem szeretem a csípős, de azért mindig találtam valami ehetőt. Két naponta új helyre repültünk, és így akkora Kína, hogy még a belföldi repülés is mindig legalább másfél óra volt egy repülőút, tehát rengeteget, nem számoltam össze kilométerbe. A Loyangba, ahol a helyi kisebbség rizst termeszt, és az az érdekessége például, hogy itt a rizsnek annyira alacsony az ára, hogy ők ebből nem tudnának megélni, tehát az állam támogatja őket abban, hogy azért termesztenek rizst, hogy ide vonzzák a turistákat. Tehát igazából itt vannak ilyen bazársorok, vannak éttermek, hogy abból van nekik bevételük, és ide vonzzák a rizsfölddel a turistákat.